Szövetbe öltött hagyomány kiállításunk az alkotó kézi munka ünnepe. Örvendetesnek tartom, hogy manapság egyre inkább a fogyasztásra épülő tömegkultúrával szemben helyén kezelve értékeljük az egyedi kézműves termékeket. A színházban szerencsére mindig is így volt. Elképesztő szakmai tudás van a szabótárainkban, ahol minden jelmez egyedileg készül. Nem minden színház mondhatja el ma, sajnos, hogy szabók és varrók dolgoznak valóban művészi munkát végezve. A tárlaton olyan iparművészek munkáit láthatjuk, akik használatra, élő emberek viseletére készítik az öltözékeket. A kiállított ruhákban akár színházba jönni is lehetne, és bátran mondhatom, hogy sok jelmezünk akár kiállítás tárgya is lehetne, megállna a helyét egy kiállításon. Jó érezni, hogy nem vagyunk egyedül, a kézi alkotómunka becsülete igenis ott van, az iparművészeink életében és a színházak életében is. Csak azt kívánhatjuk, hogy maradjon is így, és egyre több fiatal érezze azt, hogy van jövője ezeknek a szakmáknak. A kiállítás apropóját az adja, hogy a trianoni szemlében hamarosan meg fog jelenni egy tanulmány Zsindelyné Tüdős Klára életéről, munkásságáról. Zsindelyné Tüdős Klára hatalmas életművet hagyott maga után, és olyan folyamatokat indított el, amelyeknek ma is van nyoma, illetve amelyeket, ha kicsit más formában is, de érdemes folytatni. Sokféle tájegység viseletéből dolgozott fel részleteket, illetve különböző színházi bemutatóknál, például a Hári János bemutatójára készítette el a teljes jelmez anyagot. Ezen kívül 1937-ben megnyitotta Pántlika divatszalonját, amely egészen 1944-ig működött. Az ő szlogenje vagy mondása volt, egy okos gondolata, egy ruha vagy anyagában, vagy vonalában, vagy dekorációban legyen magyaros, de sohasem egyszerre.
Ezt az elvet követve nem csak a hagyományainkat őrző, bemutató, hanem igazán ízléses és a viselőjének is megfelelő alkalmi ruhákat tudott tervezni. Harangcsendő, énekszendő, messze zsonga hálaének. Az én kedves kis falunkban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falunkban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kisfalumban hálát adok a magasság Istennek. Legegyszerűbb, legszegényebb rétegek is szerettek volna egy kicsit díszesebben járni, ezért előbb-utóbb a szövésben is, vagy éppen a hímzésben, vagy rátétben próbálták egyedivé, gazdagabbá, sokkal színesebbé tenni a viseletüket. Ezek a díszítmények, szabásvonalak, színek, ezek nem mindig csak öncélú díszítést akartak alkalmazni, hanem ezeknek sokszor jelentésük is volt. Tehát egy-egy tájegységen belül azt is lehetett tudni, hogy melyik faluból származik az a lány, lehetett tudni, hogy férjhez ment, vagy még várja az igazit, lehetett tudni, hogy van-e gyereke, néha még azt is, hogy egy-egy nagyobb település melyik végéből származik. Igény mutatkozott arra, hogy a hímzéseket valamilyen módon közel vigyék, használhatóvá tegyék, és ennek egyik formáját még dr. Varga Ferencné Ilonka, a népművészet mestere ajánlotta, hogy a egykori kecskeméti suba hímzést próbálják valahogy feldolgozni. Ez nagyon szépen sikerült, oly módon, hogy pár éve még polgármester asszonyunk is vásárolt egy kecskeméti suba hímzéssel díszített ruhát, többször láttam is, hogy viselte. Tehát nem lehetetlen, hogy manapság olyan egyedi dolgokat, olyan egyedi ruházatokat készítsünk, amelyeket szívesen hord fiatalabb vagy idősebb. Azt kívánom önöknek, hogy nézzék meg, csodálják meg, hogy manapság ilyen jókezű, jószívű, jólelkű alkotóink vannak, akik az életüket teszik arra, hogy ilyen csodálatos viseleteket, esetenként még mindennapokban hordható viseletet is terveznek és készítenek, és ajánlom önöknek is, hogy ha módjuk van rá, akkor vásároljanak ilyet, hordjanak ilyet. Tüdős Klára megadta az indítatást, érdemes őrizni hagyományainkat így módon is.